Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Negyedszer indítom el ezt a videót. Az előbb kitettem egy posztot, és abban jeleztem, hogy nagyon-nagyon erős energiáról van szó, ami alapból elég nehéz, viszont nagyon nagy szintugrási lehetőséget jelent. Eszembe jutott egy történet, ugye többször említettem, hogy nézek egy családot itt a Facebookon, imádom a kicsiket, ahogy nőnek, és szóval sok csoda van, rengeteget lehet tőlük tanulni, de ugye vannak a szülők, és hát nyilván őket is figyelem. A férfi abszolút kivonul ebből az egész videózásból. Rengetegen követik őket, több mint 2 millióan. És szinte kivonul ebből a videózós, családi, összejöveteles helyzetből, és egyszer, nem olyan régen, nyilván ehhez az energiához kapcsolódóan láthattam meg, tehát azt a jelenetet, amikor a nő adott egy falatot a férfinak, és tudjátok, mi volt ebben az energiában, ahogy odaadta? Tudom, hogy nehézség van köztünk, ez a nő energiája. Tudom, hogy nehézség van köztünk, tudom, hogy haragszol rám, de akkor is az van, amit én akarok. Itt egy falatkaja, mindenki lássa, hogy én rendes vagyok, és te is békéljél már meg. És a férfi az teljesen ki van vonulva. Én azt mondom, ki van vonulva ebből az egészből. Nem tud a nővel mit kezdeni, mert a nő nem átvezető. Amikor nehézség van köztük, akkor nem kapcsolódik a férfi érzéseihez, hanem nem segít neki, hogy eljusson a szívéhez, hanem olyan cselekedeteket csinál, amiből a férfinak azt kellene érezni, hogy a nő szuper, és valójában egyedül kóborol ez a férfi magányosan. Tehát ezt látom én. És miért? Mert a nő nem átvezető. Na most, mi következik ebből? Ha neked ilyen anyukád volt, aki képtelen átvezető női eszköztárral rendelkezni, aki nem gyógyította a sérüléseit, és nem volt képes kapcsolódni az érzéseithez, vagy manipulatív módon, vagy erőszakos módon, tök mindegy, az legyen, amit ő akar. Ha nőként nem lépsz előre, és nem hozol meg egy döntést, és nem nézel szembe vele, hogy nem tud átvezető lenni, csak el kellene fogadni azt, amit ő csinál, akkor nem lesz a férfinak sem melletted ahhoz ereje, hogy megalázzon. Most ezt érzi jól, ezt a megalázást, ma már hívott valaki, és én pont elmondtam neki ezt, ugyanezt, és most meg videóba is idehozom, de hogy érzi jól ezt a megalázt. Tehát nem a szónak a negatív értelmében, hanem azért, hogy fejlődés legyen. Ha ez a férfi ebbe a családba szembefordulna a nővel, és megalázná néhány mondattal, hogy ő neki mire van szükséges, nem visszavonulva várja, hogy majd a nő másként cselekszik, akkor megint egy újabb energiaáramlás indul be. De ezt nem sok férfi meri megcsinálni. Néztem nem olyan régen egy filmet, hát nem is tudom, mi a címe, a Koszorús lányok talán. És abban volt, hogy volt egy nagyon rendes srác, tényleg nagyon rendes, egy rendőr srác volt. Tényleg a kedves a férfiak közé tartozott, és elkezdett megismerkedni egy olyan nővel, aki még ugye a rossz fiúk után ácsingózott, akiknek ő ugye nem kellett. Tehát ilyen egyszerű a történet, és nem tudta értékelni ezt a jó fiút. És amikor erre rájött, hogy elveszítette ezt a jó fiút, akkor ugye többször bombázta mindenféle dologgal, tehát
Azért, hogy felfigyeljen. Tehát ez a rendes fiú felfigyeljen erre a csajra. És úgy lett harmónia a kapcsolatukban, hogy ez a rendes fiú egyszer csak kiengedte a hangját, és azt mondta, hogy elege van ebből, hogy így, meg úgy, meg amúgy, hogy ezt csináltad velem, meg azt csináltad velem. Igen. Tehát, ha nem kezded el megvédeni magad, ha nem állsz oda, és nem mutatod meg azt, ami benned van, hogy kiderüljön, hogy ki az, aki hozzád tartozik, és ki az, aki nem, akkor el kell kullognod a kapcsolatból mindig, és egyedül magányosan kóborolsz. Szóval ki kell nyitnod a szíved, itt a kardok kettes ugye elmében van, hogy igazam van, és ez ilyen meg olyan, és szinte elzárja a kardokkal a szíve elől a lehetőséget, pedig ki kell nyitnod a szíved. És meg kell hozni egy olyan döntést, a szeretők arról szól, hogy meghozok egy olyan döntést, amiért már felelősséget vállalok. Innentől már nem fogok hibáztatni senkit. Akkor kell, megmondom. És bármi lesz is, de végre ennek legyen vége, ennek a játszmának, és elkezdem magam védeni. Tehát ha a férfi nem azt választaná, hogy kivonul, és láthatóan nem akar szembenézni azzal, hogy itt változásra van szükség, és ennek az egyik mozgatórugója ő lenne, hogy végre dominálni kezd. És elkezdi védeni a saját határait. És ezt anyánál is, én ezt az energiát, amit most hozok le, én azt érzem, hogy anya. Tehát valakinél, vagy valakiknek, akinek szól, ez anyával kapcsolatos. Anya nem tudott mit kezdeni az érzéseiddel. És addig várogatott, míg te szépen át nem érsz rajta, de traumaként ott marad benned. És előre kellett lépned, hogy mégiscsak szeretned kell, hiszen az anyád. De ez egy szándékosan lenyomó energia, mert nem tud mit kezdeni az érzéseiddel. Viszont neked vannak érzéseid, amit meg kell mutatni. Úgyhogy mutasd meg, botok, hetes, egészséges küzdelem. És egyébként pont a telefonban is ma azt mondtam valakinek, hogy férfinak is ki kell nyitni a kardját, mert különben elmossuk. Főleg a Koszorús Lányok filmet, ha tehetitek, nézzétek meg, abban van ez, én legalábbis ezt láttam bele ebbe a jelenetbe, ott, hogy akkor lesz rend, amikor megmondogat a srác, és megmondogat, és akkor a nő azt mondja, hogy na végre. Na végre, akkor hozzátartozunk, és akkor mit fogunk csinálni? És akkor könnyen kapcsolódsz egy olyan férfihoz, aki végre a sarkára áll. De ehhez szerintem feltétel az, hogy anyád alól kigyere. És te viszont anyáddal rendezd ezt. Na, ez nem tudom kinek szól, de bízom, hogy segített, mert nagyon-nagyon erős energia volt, és nagyon sok szeretet lehet benned, csak végre ne ésszel csináld, hanem egy döntésből. Hogy hozok egy döntést, és előrelépek, és vidáman felszabadultam. A békét kötök a múlttal. Esemény, ami ugye október 31-én lesz, 19 órától kezdődik, szeretettel várlak bennetek, oda ajándékba adom a résztvevőknek az újjászületés meditációt, és nem véletlen, ezt kaptam gondviseléstől, egyszer csak így bekattant, hogy ezt oda kellene adni, és amikor én magam is megcsináltam, és gyakoroltam, egy templomba vezet be ez a meditáció, és aztán onnan még vissza lélek állapotig, tehát egy hosszabb meditációról van szó, viszont nagyon-nagyon sok információt tudsz leolvasni a térből, a testedből, nyilván, amennyit majd gyakorolsz, és nekem minden egyes szint lépéskor, amikor én használtam ezt a meditációt, más volt feliratként a templomra írva. Ugye a meditációban én mondom, hogy mi van a templomra írva, viszont ha
Ha te már rutinos gyakorló vagy, akkor azt látod a templomra írva, amit te akarsz. Tehát például jelen esetben, ha eljössz a... Méket kötöttem a múlttal eseményre, akkor például azt is láthatod ezen a templomon, hogy felszabadulás, öröm. És ez azt jelenti, hogy a karmikus kapcsolatodat már más szemszögből figyeled meg, és felszabadulsz a nyomás alól. Nem lesz elég egy meditáció, tehát saját tapasztalat is, de egyébként minden szintlépésnél így volt, ahogy írtam egy előző posztban, háromszor vagy négyszer használtam én ezt már, de akkor nagyobb dózisban. Az első alkalommal biztos megcsináltam szerintem egy 30 és 50 között, hogy magát a születés élményemet felülírjam. Aztán a COVID is egy nagy szintlépés volt, a vállalkozásom kialakítása is egy nagy szintlépés volt, és most is van egy nagy szintlépés, nálam legalábbis, és hát ehhez használtam, de itt sem elég egy. Tehát például a születésélmény újraírásánál végigbőgtem az elsőt, de nagyon, és akkor ugye egyre kevésbé sír az ember, és egyre jobban felszabadul. És itt is lehet, hogy ha gyakorlod, majd nyomást érzel, és egyszer csak fel fogsz szabadulni. De ehhez a fizikai síkon is szükség van a lépésekre. Tehát egyik nincs a másik nélkül, viszont ahhoz, hogy jobban megértsd, hogy mit kell tenni, vagy miben vagy, a meditáció nagyon sokat fog segíteni. Na, úgyhogy egyrészt várlak bennetek szeretettel október 31-én erre az eseményre, a másik, hogy lejött a pókasszonyból, partner lettem, másfél órás lett az anyag, és még tartozik hozzá, az is ajándék, egy 38 perces konkrét esettanulmány, tehát nagyon erőteljes az az információ is. Először úgy volt, hogy kiteszem a YouTube-ra, de aztán úgy döntöttem, hogy nem teszem ki, nagyon sok személyes információ van benne, nagyon sok hasznos, nagyon-nagyon hasznos információ, úgyhogy ajándékba adom. Pókasszonyból partner lettem felvétel megvásárlóinak. Hát most ezek vannak nálam itt porondom, és mind-mind abban segít téged, hogy legyen bátorságod meghozni a döntést, kiállni önmagadért, és most már ne zárd el a szívedet, hanem akkor hozd meg a döntést, hogy vállalod érte a felelősség, és szembe mész vele. És annyira szeretném látni, hogy egyszer ebben a családban, akiket figyelek, hogy ez a férfi egyszer szembeáll ezzel a nővel. Egyébként a nő is jóra való, de a férfi is, tehát tök jó szíve van a férfinak is, meg egyébként a nő is, de erre nagy szükség lenne, én azt látom, de ez így kívülről, aztán, hogy belül mi van, azt nem lehet látni, viszont ez sokat segítene a nőnek is, hogy a férfi öntudatára ébredne. Viszont ehhez szerintem meg az kell, hogy a nő álljon ki az anyukájával szemben. Igen. Na hajrá! Jó munkát! Megkönnyebbült ez az energia. Jó lesz ez. Csak dolgozz rajta, és a fizikai síkon is tegyél könnyedén, vidáman. Vagy kérd el az újjászületés meditációt, azt hiszem 5000 forintba kerül, ha nem is jössz el az eseményre, és gyakorold, mert ha gyakorlod, a belső rezgésedet mozgatod, egyre jobban jön föl a düh, a félelem, az elnyomottság érzés, ami cselekvésre ösztönöz. És már nem úgy fogsz cselekedni, hogy kitörsz, hanem úgy fogsz cselekedni, hogy szembe mész vele. És nem azért hívod föl, nem azért beszélsz, hogy elfuss, hanem azért, hogy ott maradj. Óriási különbség. Tehát ha azért hívsz föl valakit, hogy manipuláld, és utána cserben hajt, és ha győztem egyedül, az egészen más, mint amikor együtt akarok veled haladni, de ebből elég. Tehát bízom, hogy érthető, hogy mit szeretnék mondani. Igen. Mert azt érzed. Erről szól, a pókasszonyból partner lettem, ez tartozó videó, erről szól. Hogy a férfi, amikor egyéni győzelmet csinál, akkor te azt hogyan érzed, és ez az, amitől neked baromi messze el kell futni. Tehát ez az, ami nem a te kapcsolódási pontod,
az a te kapcsolódási pontod, amikor a férfi kínlódik, és nem mer megszólalni. Nem mer megszólalni, hogy legyen változás, és kivárod. Kivárod azt, hogy megszólaljon, ha nem szólal meg, és elfut a felelősség alól, akkor viszont elvágod. Elvágod a szálat kettőtök között. Mert akkor egyéni győzelemre hajtott. Tehát ez olyan, mintha ebben a családban az apuka, akiről beszélek, az folyamatosan becsapná a nőt, mert csak az érdekelné, hogy győzzön felette, és nem az, hogy együtt maradjanak, és együtt húzzák a szekeret. Óriási különbség, óriási. És ugye a pókasszonyhoz tartozik ez a fajta férfi, aki egyéni győzelmet akar, és már ott sincs, és már viszontlátásra. De ha te nem vagy pókasszony, mert kijöttél az anyukádnak a hálójából, akkor lesz az, hogy a férfi meg tud neked mondogatni, és ott áll. És azt mondja, oké, akkor hogy lesz a következő lépcsőfok? Szeretettel ajánlom a felvételeimet. Na jó munkát, kis vidámság is költözött már bele, de ezen át kell szűrődni, mese nincs. Sziasztok, hello!